Egyszer egy ismerősöm azt mondta a kristalin tintorna kapcsán, hogy neki ilyenre nincs szüksége, majd amikor megkérdeztem, hogy ő mégis mivel tartja karban az áruizmait a húgcső hüvely végbél területén, akkor azt mondta, hogy neki arra nincs szüksége. Holott azt gondolom, hogy mivel tudatos izmokról van szó, mindenki érzékelő, hogy képes ezen izmok összehúzására, ezeket csak akkor tudjuk megtartani erejükben, vagy fokozni a zárási képességüket, vagy ügyesebbé tenni azokat, hogyha rendszeresen karban tartjuk. Szerintem sokkal lényegesebb ezen izmoknak a rendszeres gondozása, mint mondjuk egy has, varizom, hátizom, bár nyilván azok sem elhanyagolhatóak. Tehát maga a kristalin intim torna az az alhas egészségvédő programja, ami jelentős hatással van a szexualitásra. A záróizmok edzéséről szól, ezen izmoknak a tréningét tanuljuk meg, hiszen a módszer az nem arról szól, hogy csupán összehúzzuk az izmokat, hanem ezeket különböző irányba kimozdítjuk, azért, hogy ezek állóképesek, erősek és gyorsak legyenek. Amennyiben ezek rendszeres karbantartás során sokkal több tápanyagot kapnak, frissebbé válnak, így jobban ellátják feladatukat, a zárást, a szexualitásban fokozódik az érzékenységük, mi az orgazmus készségünk, képesek vagyunk a belső szerveinket jobban alátámasztani, ez jelenti a húgyhólyag, a méhtest, a végbélnek a tartását, hiszen ezen szervek sajnos a föntről jövő nyomások hatására és az altesti záróizmoknak a gyengessége következtében sajnos megsüllyedhetnek. Ezek nagyon sokáig nem látható tünetek, és nagyon gyakran a nőgyógyászati vizsgálatok során ki sem derül a kezdeti stádiumban, hiszen bennünket vízszintesen vizsgálnak, ugyanakkor a belső szervek függőlegesen, tehát ülve és állva jelentenek elsősorban tüneteket. Ez nem csak az időseknél fordul elő, hanem sajnos a fiataloknál is már, mert nagyon nagy a megerőltetés, ami a hasi szervekre hárul, székletürítésnél, különböző torzó testtartásoknál, különböző sportoknál. Tehát amit megtanulunk a tréningen, az a záróizom tréningén túl, hogy hogyan védjük a mindennapi szokásainkkal a belső szerveinket, illetve van egy nagyon nagy témakör még a tréningen, ami arról szól, hogy hogyan javítsuk az alhasi szervek funkcióját. Nagyon gyakran érzelmi okokból keletkeznek tünetek, például hüvelyszárosság, görcsös hüvely, mióma, ciszta gyulladások, nehéz megfoganási szituáció, menstruációs problémák, és hát sorolhatnám, ezen eltérések hátterében nagyon gyakran találunk olyan belső állapotokat, amelyeknek megszüntetésével ezen tünetek megszűnnek. Tehát tulajdonképpen a kristalin intim torna az arról szól, hogy mi magunk mit tehetünk az egészségünkért, az alhas területéért, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy hatással bír a mindennapokra, az életminőségünket jelentősen meghatározza. Nagyon sokszor már kialakult tüneteknél, elváltozásoknál is képesek vagyunk a tünetek visszaszorítására, megszüntetésére, ilyen az aranyél, a belső szervek süllyedése, vizelet, székletvesztési tünetek, és amikor izomgyengeségből szexuális problémán keletkezik. Tehát mindezek megszüntetésére és megelőzésére alkalmas az intim torna.